legalább háromféle dologról kell beszélgetnünk Anikóval. Az épületről, magáról, hiszen ez egy műemlék, a fazekasság történetéről egy kicsit, és természetesen Nyúzó Gáspárról, illetve magáról a családról is. Kérem, hogy az épületet mutassa be a televízió nézőinek. Ha elsétálnak ide, akkor mi is az, amit látnak majd kívülről és belülről? Tulajdonképpen ez Tiszafüred utolsó műemléki szempontból értékes fazekasháza, amit 1975-ben tudott megvásárolni a Damjanich Múzeum, mert a Központi Múzeum nevére vásároltuk meg. Mi benne az érdekes? Az, hogy népi klasszicista stílusban épült, dupla ikeroszlopokkal, vastag, széles falakkal, nagyon szép fa vértelekkel, a vértelken pedig, hát itt nem olyan szép, de általában régen nagyon szép kovácsolt vas díszek szerepeltek, amelyek a vallásra utaltak. A katolikusoknál keresztalakot formáztak meg, a reformátusoknál virágalakot. A vértelekhez kérek egy magyarázatot, hát ha sokan nem tudják. Igen, hát hogyha szembe állunk az épülettel, akkor a ház teteje tulajdonképpen egy háromszög alakú padlástér lezáró, amely korábban sártapasszal készült, és amikor beindult a Tiszán a gőzforgalom, illetve a hajózási forgalom is, és ezzel párhuzamosan a fenyőnek a felvágása, tehát deszkakészítés, akkor erre a vidékre is eljutott ez a drágább anyag tulajdonképpen, mert az Alföld az fába szegény volt, és a módosabb házaknál az utcai frontot tulajdonképpen ilyen fadeszkákkal borították, amelyet szép rombfűrészmunkák díszítettek. Én úgy tudom, hogy ezek a hatalmas gerendák, amelyek véghúzódnak az egész házon, ezek is valahonnan a Kárpátokból kerültek. Természetesen a úgy hívták, hogy szálasok, tutajjal hozták le, és itt a Holtiszánál volt tulajdonképpen egy kikötőhely, ahol lehetett vásárolni a tiszafürediéknek belőle. Ezek a tutajosok egyébként nagyon élelmes, szemes emberek voltak, mert nem csak fát szállítottak, hanem útközben megvették a sóvári almát, és akkor így csereberélgettek, árusítottak. Úgyhogy amikor a legények kikísérték a Tiszapartra a lány még a 19. század végén, akkor egy almát vettek neki, és ez egy nagy szerelmi ajándék volt. Milyen adataink vannak arra, hogy maga az épület az mikor épült? Hát erre tulajdonképpen következtetni tudunk. Azért, mert ez a vastag fal, ez a rangos beosztású, nagyobb alapterületű épület, ez kezdetben arra utalt volna, hogy ez a 19. század második felében épült. De ha abból indulunk ki, hogy ez az épület a első Nyúzó Gáspár első feleségének a hagyatéka volt tulajdonképpen, akit árvaként vett el feleségül, akkor arra következtetünk, hogy ezen a telken akkor már állt egy épület. Minden valószínűség szerint ez az épület volt. Egy kicsit valószínű, hogy 50 év alatt valamit változtattak rajta, de mindenképpen a 19. század olyan a reformkor végéhez köthetjük. Szerintem a kis Júlia, a feleségnek az édesapja építette ezt a házat. Azt is tudjuk a korabeli adatokból, mivel 1852-ben számmal látták el a házat, hogy ez a 195-ös számú ház volt. Ezen a részen a telkes jobbágyok laktak, a bodnárok, balogok, tajták, fegyvernekiek, kisek többek között, és számomra nagy, hogy mondjam, nagyon érdekes az, hogy amikor a különböző gyűjteményekben nézem a feliratos edényeket, akkor visszaköszönnek ezek a telkes jobbágy nevek, a szignált, illetve a
X-nek, Y-nak ajánlott edényeken, például tajtának is, múzó is készített, és ez azt jelenti, hogy ezen a részen akkor már folyamatosan laktak. Maga a ház az mennyire jellemzi azt a bizonyos kort? Vagy esetleg jelenleg van-e egy másik ehhez nagyon hasonló épület? Hát tulajdonképpen egy 1819-ben a református szeretetház, így emlegetjük ezt az épületet, amellett van egy teljesen felújított ház, amelyet tulajdonképpen a református egyház örökölt. Ez egyértelműen ez a stílus, ez a népi klasszicista stílus, amely ugye korábban az itteni és a környékbeli református nemesi kúriákon is megjelent. Lásd ugye a múzeumnak az épületét például, de hasonló jellegű volt a piac téren a teljesen átépített zeneiskola, ami ilyen saroktornászos tulajdonképpen, ami rettentő nagy ritkaság. Tiszafüreden vélhetően ez volt a városházának az elődje. Bent az épületben mit látunk? Milyen a beosztása? Hogyan tudták berendezni, ha jól tudom, rekonstruálni azt a bizonyos korszakot, illetve a család életét, illetve a fazekasságot? Hát ez egy klasszikus, ahogy a néprajzosok mondják, háromosztatú épület. Az utca felé van a tiszta szoba, amit első háznak, hát melyik vidéken hogy nevezik, de az irodalmi neve az, hogy tiszta szoba. Ezt az ünnepek alkalmával használták, így volt ez a nyúzó fazekasok életébe, de a lánya életébe is, hogy ott azt ritkán használták azt a szobát. A bemenet tulajdonképpen két részből állt, a pitvarból és mögötte a szabadkéményes konyhából. Innen a konyhából fűtötték a kemencéket, ami a tiszta szobába is megvolt, illetve a hátsó traktuson, amelyet műhelynek használt nyúzó, abban is volt egy ilyen kemence, de ezt mondom, innen a szabadkéményes konyha részből fűtötték. A szabadkéményeshez kérek szépen magyarázatot. Nekem volt alkalmam nagyon-nagyon régen az Örvényi úton látni egy ilyet, de nem sokan láthattak. Mi is a szabadkéménynek a lényeg? Hát tulajdonképpen az, hogy ez a középső része a háznak, amely ugye mondom két részből áll, a pitvarból és a konyhai részből, nincs lepadlásolva a konyha, hanem gyönyörűen ott szépen felszivárog a füst, és ezt nagyon szerették, mert itt lehetett nagyon jól füstölni a különböző finomságokat disznóöléskor, úgyhogy a régi férfiak nem is engedték, pedig a feleségük mindig tiltakozott, hogy húzat van, és hogy le kéne padlásolni, mert már lefal. Nem, mert ott lehet jól a füstölt húst készíteni. És nem is kellett külön füstölőt csinálni? Hát nem kellett. Én is láttam egyébként ezt az Örvényi utcai szabadkéményt, és mosolyogtam, mert már be volt állítva egy tűzhely, és egy olyan egyméteres cső, és az füstölgött ott fölfele, úgyhogy nekem is nagy élmény volt ezt a szabadkéményt látni. Na most akkor, hogy folytassuk tovább, tehát a hátsó rész, a harmadik rész, az volt a műhely, és akkor mind a műhelyben, mind a tiszta szobában már nem búbos kemence volt, bár szerintem eredetileg azok voltak, hanem sifon kemence, ilyen szögletes kemence, azért, mert az első égetés előtt oda tették az edényeket szállítani. Na most az épület még egy 6 méterrel hosszabb volt, tulajdonképpen eredetileg ott egy kamra volt, de amikor a fazekas ugye itt birtokba vette ezt az épületet, akkor ő ezt már raktárnak használta.
Anikó, valamit nem értek, a tiszta szobát nem használják, a középső helyiség az konyha, a harmadik helyiség műhely, akkor hol élt a család? Igen, igen. Hát, tulajdonképpen a műhelyben élt a család, illetve a férfiak azok kint aludtak a istállóba, tehát a külső traktuson. Ha meleg volt, akkor ágyat raktak ide az ámbitusra például, és akkor szúnyoghálóval, hát ez nem igazi szúnyogháló volt, hanem ritka szövési vászon, azzal letakarták, és itt aludtak. Az istálló, illetve a gazdasági épületek, azok hol lehettek? Ma már nem látunk. Azért nem látjuk, mert ugye amikor a fiatalabb fazekas lánya meghalt, akkor a férjét azt a fia magához fogadta, nem itt lakott, és akkor egy részét eladták, tulajdonképpen a teleknek nem is eladták, mert hát az unoka kapta meg, és gondolom... Megosztották. Megosztották, egy ilyen két nyilasnyi, tehát az 200 négyszögölös területet kapott meg a lányunoka, és ezen a részen volt az égetőkemence egy kis külön kunyhóba, ez tűzbiztonság miatt volt, hogy távol legyen a náttetős házaktól tulajdonképpen, és ott voltak a gazdasági épületek is. Az épülettel kapcsolatban még valamiről nem beszéltünk, ami most is látható. Egy aranyos kis hátsó, már befalazott ablak van az épület hátsó részén. Annak mi volt a cél? Hát tulajdonképpen ezt utólag vágták, azért mert amikor ugye a fazekasok télen, aki kereskedett tulajdonképpen, mert nem minden fazekas kereskedett, aki kereskedett, az télen is dolgozott, és raktározni kellett az anyagot. És ezért volt az, hogy ezt a kamrát raktárra alakították, és hogy ne kelljen körbe szaladgálni a kiégett edényekkel, illetve hát bocsánat, szárítás után is oda vitték be az edényeket, ezen az ablakon adták ki. Na most ugye mesél, vagy kérdezted, hogy hol aludtak, hát nagy bánatom az, hogy még amikor 75-ben ezt az épületet megvettük, akkor még megvolt az inaságy, és mire odáig jutottunk, hogy felújítottuk az épületet, nagyon sok eredeti darabot egyébként megvettünk, majd ezt meg fogjuk mutatni, akkor az inas ágy eltűnt. Úgyhogy az inas, az állítólag bent aludt a műhelyben, de hát nem csak ő aludt bent. Na most magáról a berendezésről, hogy igen, vegyük akkor sorba minden apróságot, hiszen rengeteg tárgy van itt, ami nekem úgy tűnik, hogy tényleg korabeliek. Mindet nem is tudjuk felsorolni, de vegyük sorba legalább az értékesebbeket, vagy amit önnek fontosabb. Tehát a tiszta szobát hogyan rendezték be, mit na látunk most, egy része eredeti bútor, és egy része pedig rekonstrukció. Azért, mert annyira polgári berendezése volt már a fazekas lányának, hogy azt nem volt érdemes megvenni, tehát bársony húzatos kanapé és egyebek, azok ugye nem illettek már ebbe a milliében, meg biztos, hogy az idősebb nyúzó Gáspárnak meg a fiatalnak se volt ilyen. Ami a tiszta szobába eredeti, az a két szekrény, ez a fiatalabb nyúzó Gáspár feleségének a hozománya. Most el kell mondani, hogy ugye azt említettem, hogy az idősebb nyúzó Gáspár az egy telkes jobbágy lányát vette el, rangot jelentett, rangja volt nyúzó Gáspárnak, mert jól kereső fazekasmester volt. Ezért egy földel rendelkező feleséget kapott magának. A fia az már, az apjának ezt a kapcsolati tőkéjét vitte tovább. Ahogy ma mondaná. Igen, igen. És ő már egy birtokosnak, Kovács Istvánnak a lányát, Kovács Idát vette el feleségül. Ez a magyarázata annak, hogy amikor ugye 1888-ban kötött ő a fiatalabb házasságot,
Akkor már nem tulipántos ládát kapott a felesége hozományba, hanem egyajtós szekrény, amit ha kinyitunk, akkor szépen bele van írva, hogy mikor születtek a gyerekek, Gyula, stb. Stb. Ceruzával. Ez nekem hihetetlen, mert a Bibliába szokták ezt beleírni. Hát ez ide írta, de biztos a Bibliába is benne volt. A többi berendezési darab az már máshonnan került ide, a fényképek a falon azok eredetiek természetesen, aztán a házi áldás eredeti még. Eredeti az 1890-es a Sutban látható mosósúlyok, amit Kovács Idának a férje készített, mint egy éves vagy két éves házas. Hát nem is lehet azt mondani már, hogy szerelmi ajándékként, hanem hát szükség volt rá. Amikor azt mondja, hogy valamelyik tárgy eredeti, az akkor azt jelenti, hogy a családból került ide, a többi részét azt a múzeum vásárolta meg? Akkor vásároltuk meg, illetve hát nagyon sok anyag van a raktárban, a múzeumban, és abból válogattuk, hogy maga a berendezés is ugye ilyen sarkos, ami nem az van, hogy mint a polgári házakban, hogy egymás mellett van a két ágy, hanem az egyik ágy, az egyik sarokban a másik a ennek másik ennek van sarok. Valami magyarázata? Mert a házaspár az egy helyen egymás mellett hát, kellett, hogy aludjon. Mit mondjam? Hosszú a magyarázat? Hosszú a magyarázat, tulajdonképpen nem nagyon aludtak ott bent, hanem kint voltak az istálóban. Úgyhogy ez egy ilyen sarkos elrendezés, aminek az a magyarázata, hogy ugye el kellett férni még a lócának, az asztalnak, a széknek, aminél érdemes megnézni azt, hogy az egyik egy kicsit magasabb, a másik alacsonyabb, a magasabb a férfié, az alacsonyabb pedig a női a széknél, majd érdemes lesz erre felfigyelni. A kemence mellett láttunk még valami érdekes dolgot, többen már most szétnéztünk benne. Miért lehetett fűteni a tiszta szobából is? Van ennek biztos valami magyarázat? Hát, ez egy pótlás. Tulajdonképpen azért, mert akkor már ugye nem fűtötték be a kemencét, hanem hogyha főzni akart, akkor ezt a kis sifon kemencébe gyújtott be, tehát akkor nem használta a külső kemencét. Na most akkor a pitvarban ott régebbi dolgokat láthatunk. Melyik az, ami a legrégebbi, vagy legérdekesebb? 1830 körüli az almárium, amelyet a Néprajzi Múzeumnak sem voltak hajlandók eladni, és én nagyon örültem, amikor egy az egybe, és nagyon kedvező, úgymond baráti áron meg tudtam venni a hagyatékot, és nagyon jól adatolt volt a hagyaték. Ez az idősebb Nyúzó Gáspár édesanyjának a hozománya, ez egy késő barokk almárium, és ha kinyitjuk, akkor benne eredeti olyan tárgyakat látunk, amelyet a család használt, azokat a gyermekjátékokat például, amelyet a fiatalabb Nyúzó készített Ilona nevű lányának, aki ugye később ugye ebben az épületben lakott. Nagyon izgalmas tárgy a vizes lóca, ez 1862-es, tehát egy évvel a házasság kötés után került a családhoz. Tiszafüredi készítés, jellegzetes, hogy a konyhai bútorok, ha tulipántosak voltak, akkor általában barna színű, barna alappal készültek, míg a tulipántos láda, ami az első feleség hozománya és majd a műhelyben lehet meglátni, az pedig sötét, tehát fekete alapon készült. Meglep, hogy milyen adatokat tud mondani. Ezekre a tárgyakra a korabeli mesterek ráírták, hogy kinek készült, mikor készült? Tehát honnan lehet ezt tudni? Nem, de ezen a vizes lócán ezen rajta van, hogy készült 1862-ben például. A család viszont a ládáról tudta, hogy az az első feleségnek a hozománya, korban is beleillik, és feltételezzem, hogy korábban, hogyha felnyitották a tetejét, akkor biztos ott is voltak ilyen gyermekszületések bejegyezve, bár ő a második szülés után meghalt.
Tehát neki csak ez az egyetlen egy gyereke maradt életbe, Gáspár, nagyon fiatal korában halt meg. Na most itt még érdekes egy egyajtós szekrény, ami a sifonkemence helyén van, amit később lebontottak, illetve nem a családhoz tartozott, 1856-ban egy ilyen kék-fekete márványozott falitéka a hátsó falon, a műhely hátsó falán. Mit látunk most a műhelyben? A műhelyben nem az ő fazekas szerszámait látjuk, hanem az egyik katonanagy, legutolsó katonanagy fazekasnak a korongját, aki Katona Jánosként szerepelt, és az 1950-es években vele próbálták felújítani a tiszafüredi fazekasságot gyér sikerrel. Tehát a korong az az övé volt, akkor néhány íróka van, ami a nyúzó segédjéjé volt Bozsó. Ezt honnan lehet tudni egy írókáról? Hát rá van írva. Ilyen egyszerű. Rá van írva, hogy Bozsó Lajosé, azt hiszem, már nem is emlékszem a keresztnevére, azt viszont nagyon jól tudom, hogy ugye ő a fiatalabb és az idősebb nyúzónál is egyaránt segédként dolgozott. Nagy szerencsénk egyébként, hogy megmaradt az ipartársulati anyag 1875-74 és 87 között, amiben benne van, hogy kik tanultak az idősebb nyúzónál, és ebből kiderül, hogy ő egy okos ember volt, mert a fiát nem ő tanítatta, hanem a keresztapjához, Katona Mihályhoz adta be Inasnak. De ez nem látszik természetesen a fiának a stílusán, mert ugyanazt a madarakat, virágokat használja, amit az apja. Beszéljünk most akkor először idősebb nyúzó Gáspárról. Mi az, amit az életéről tudunk, vagy mi az, amit fontosnak tart elmondani? És gondolom, Anikó azért tudja értékelni is a kor fazekas mesterei között az ő munkáját, teljesítményét. Hát tulajdonképpen egy év vagy másfél év anyakönyvi kutatásával állítottam össze a tiszafüredi fazekas mestereknek a családfáját tulajdonképpen. Ő egy két generációs fazekas családnak az alapító tagja, 1839-ben született, céhes csizmadia volt az apja. Tehát ez már valamit rangot jelentett, és különböző, főként magángyűjteményekben olyan korai darabjai maradtak fönn, amelyek 15-16 éves, 17 éves korában készített, például az Óhalászi Református Egyház úrasztali edényét 17 évesen, ez szignált rajta is van, hogy ő készítette, zöldmázas, gyönyörű, rátétes szőlő motívummal díszített, de 18 éves korában csodálatos miskakancsót került ki a keze alól. Azt, hogy ő hol tanulhatott, azt tudjuk esetleg, mert hiszen nem a csizmadia apukától este. Hát igen, igen, most a stílusa mutatja meg, hogy az első mestere az 1855-ben fiatalon elhunyt ifjú Nagy Mihály, aki ugye egy stílusteremtő mester volt, és a második mestere pedig ennek az ifjú Nagy Mihálynak az unokatestvére, Katona Sándor volt, erre is számtalan jel, félreismerhetetlen jel utal, hogy ő nála fejezte be tulajdonképpen a tanuló éveit. Hogyan tudjuk megkülönböztetni a fazekas mesterek munkáit egymástól? Vagy mi az az egyértelmű jel, amiről ön meg tudja állapítani, amennyiben nincs ráírva, hogy ez a nyúzó Gáspár munkája? Hát tulajdonképpen alkalmi edényeknél tudjuk ezt megállapítani, mert ezek munkaigényesebbek, ezeknél művészi tökéletességre törekszik a mester, nem úgy, mint például ugye a vásári áruknál. Tehát az alkalmi edények, amire ő gyakran rá is írja, hogy ő készítette. Ismerjük ugye a kézírását a fazekasoknak, tehát ha feliratos, akkor már a kézírás is utal arra, hogy ezt esetleg ő készítette. Azok a rejtett
egyéni stílusjegyek, hogy hogyan mintáz meg egy madarat. Például az idősebb nyúzó egy nyújtott vonalú, szinte most költői vagy a gótikus madarat mintáz meg, ami ifjú Nagy Mihálytól örökölte például. Amit használt színeket, azok eltérnek-e a hagyományos tiszafüredi kerámia? Nem. Ez Tiszafüred egy nagyon egyéni és egységes stílusú fazekas központ volt a 19. században. Na most, ha még annyit ő róla, hogy ugye 1869-ig szignált több edényt, attól kezdve ő tulajdonképpen segédekkel dolgozott, és ha úri kedve úgy hozta, akkor egy-egy szép edényt elkészített, és ezt ugye a 40-50 kilométeres körzetben Vásáron is értékesítette, és ezt teremtette meg neki az anyagi lehetőséget, hogy ő földet is tudott venni, ami nagy kincs volt akkor földet vásárolni. Maga a műhelynek a nagyságáról tud-e nekünk mondani valamit? Tehát a mesteren kívül legények, inasok, tehát hány főt foglalkoztathatott ez a, hát ránézésre elég kicsi műhely? Hát szerintem egy inast és egy segédet. Ezt lehet nyomon követni. Például egy kunmadarasi fazekas Pap Sándor, ő legalább 8 évig itt volt, és dolgozott nála. Akkor a katona családból katona Náci bácsi, ő is dolgozott itt. Bozsó Lajosról is tudjuk, hogy hosszabb ideig dolgozott itt. Tehát ebből tudunk következtetni arra, hogy egy-két ember, és akkor még a feleség besegített tulajdonképpen a mázazásba, a díszítésbe, a gyerekek az edényhordásba. Tehát Nyúzó Gáspárnál nem 7-szer égett az edény a klasszikus időszakban, mint az egyszerű fazekasnál, hogy 7-szer égettünk, hanem ahogy ment. Az ott folyamatos volt a termelés, mert nagy volt a kereslet. Azt meg tudja nekünk mondani, hogy hány évig dolgozott idősebb Nyúzó Gáspár? Tehát ha mondjuk ezt a 16 évet vesszük alapul. Hát tulajdonképpen addig, ameddig itt lakott az épületben, addig ez 1888-89, amikor megnősült a fia, addig biztos beszállt ő is a termelésbe, de nem olyan nagy lelkesedéssel, hiszen a második felesége az szintén telkes jobbágy származék volt, és jelentős földmennyiséggel rendelkezett, és ő szeretett földet művelni. Úgyhogy ő a többiekre bízta, irányított, azért nagyon kevés olyan darab van az 1872 után, amiről azt tudjuk mondani biztosan, hogy ő csinálta. Itt néhány képet ugye hoztam én különböző magángyűjteményekből, aminél bizonyítani tudjuk, hogy ő készítette a kézírása, a jellegzetes madár vagy virágminta alapján. És ha most össze kell hasonlítani a fiával... Igen, tegyük ezt meg, mit tudunk ifjabb nyúzogásban? Hát őről annyit még az idősebbről azért áruljunk el, hogy tehát elköltözött ebből a házból 1889-ben a felesége, gondolom, örökölt házába, és 1910-ben halt meg. Tehát ő neki a 90-es évektől nincs itt nyoma, nem tudjuk azonosítani, hogy ő itt dolgozott volna. Igenis tisztes kort ért meg, tehát igen, azért abban igen, a korban igen. 70 évig élni. Igen, és akkor, na most a fia az 1864-ben született, és hát ő nála már az volt a probléma, hogy a korai munkáik még azért úgy, ahogy elmentek. Tehát kevésbé volt tehetséges, mint az apja, de lehet, hogy azért, mert a kor már nem kedvezett annak, hogy ő kibontakoztassa a tehetségét, hiszen a cserépedény kereslet egyre csökkent, és egy 10 év alatt egy kemencényi edényt, mert aki nem kereskedett ahhoz, és nem járt vására, ahhoz eljöttek az edénykereskedők, és majd ők árulták az edényt, egyharmadára csökkent az ára, tehát nem volt érdemes vele foglalkozni, és ő az első világháború előtt elment Sörgyári munkásnak.
Ezt, hogy hanyatlott a kis műhelynek a termelése, ezt általában összességében a tiszafüredi fazekas mesterekre is összességében elmondta? Igen, el tudjuk mondani, bár azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok fazekas, éppen a szintelen ólommáz miatt, ami mérgező volt, viszonylag rövid életű volt, és érdekes módon a 19. század végén legalább 5 vezető fazekas halt meg ólommérgezésbe, vagy vesebetegségbe, ami ugye ezzel függött össze. Tehát egyébként is csökkent a fazekasok száma, meg nem is volt érdemes fazekassággal foglalkozni. Hát ifjabb Nyúzó Gáspár, mint sörgyári munkásról, azt hiszem, hogy már nem kell beszélnünk. Hát, 22-ben halt meg. Néhány olyan darabot ismerünk a Néprajzi Múzeum zömében, a Néprajzi Múzeum gyűjteményében, ami nagyobb méretű, mert ugye felnagyobbodtak a pálinkás edényeknek a méretei, amiről tudjuk, hogy ő készítette, és hát bizony ez mutatja, hogy mázas munkát már nem nagyon készített. Biztos csinált olyat, ami köznapi használatú teljes köcsögöket, lekváros fazekakat, de mázas munkában már nagyon járatlan volt a végén. Anikó életének a nagy részét azzal a kutatással töltött el, hogy tiszafüredi fazekasság. Van-e valami, ami esetleg még mostanában is előkerül? Egy fotó, egy adat, amivel esetleg ki tudja egészíteni mondjuk a Nyúzó Gáspárok történet? Hát pontosan most jutottam egy pár évvel ezelőtt egy magángyűjteményben egy olyan Miska kancsóhoz, aminek a segítségével egyrészt lehetett tudni, hogy kinél folytatta Nyúzó a fazekasságot, mikor ifjú Nagy Mihály meghalt, és a másik óriási eredménye az volt, hogy a reformkori Miska kancsók készítését két műhelyhez tudjuk kötni, és ezeket most már nevesíteni is lehet. És ez mind a kettő a Katona Nagy család két ága. Úgyhogy most éppen erről a Miska kancsókról írok a Déri Múzeum évkönyvébe. Nagyon köszönöm, hogy beszélgetettünk erről az érdekes családról, illetve magáról a házról is. Örülök neki, hogy el tudtam mondani, amit erről tudtam.